Sziasztok srácok, lányok, itt lennénk egy újabb videóban. Ebben a mai videóban egy reakció videót hoztam el a te, azaz a ti számotokra. Ebben a mai videóban Mihály Filucának fogjuk meghallgatni a legújabb dalát, ami a Revolver. Én még nem hallottam ezt a számot, most van veletek legelőször meghallgatni. Egyben egy új sorozatot kezdett ezen a csatornán, ilyen meglepő, annyi új sorozatot kezdek, az egyiket csak folytatom, nagyon jó, amiben különböző zenékre fogok reagálni. Jó, nem mondom, hogy minden egyes zene, ami kijön, mert kb. Naponta jönnek ki új zenék szinte, és azért, nem az, azért én ezt ne haragudjatok, de... Tehát ebben a reakció sorozatban különböző zenékre fogok reagálni, azt nem ígérem nektek, hogy minden egyes ember, aki kitesz egy új zenét, arra reagálni fogok, mert az a baj, hogy naponta tesznek ki új zenéket az emberek, és nekem sincs erre időm nagyon. Na, ennyi a lényeg. Na, figyeljetek is, katok, indítsuk el a zenét, hallgassuk meg, és akkor kiderül, hogy milyen. Jó, nézzük meg először. Tehát végighallgatom, aztán megállítatom részeknél, és elmondom a véleményemet róla. Nézzük. Néha úgy érzem, hogy könnyebb lesz neked majd nélkülem. Látom a szemedben, ott van már a rémület. Viszonzik a fejemben még minden, amit mondtál. Itt el! Őn egy fegyver vagyok, amit magadra szegeztél. Én csak bántalak, pedig tudom, te mindig szerettél. A történet alatt a szíveden eltűnt, aki voltál. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Pedig én is azt érzem, amit érzel. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Nem is értem, miért nem mész el. Én egy revolver. Fájni. Ne várj rám, tudom, hogy te nem is szeretsz várni. Nem akarnak bántani, nem akarnak bántani, bántani tovább. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Pedig én is azt érzem, amit érzel. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Őszintén megmondom, nem volt rossz. Egyébként, de tényleg nem volt rossz egyébként, nekem nagyon tetszett. Leginkább azt tetszett... Nem, úgy is el fogom mondani, mert majd megnézzük újra is, megállítgatom a sztorit, de egyébként sok mindent akarok most erről mondani egyébként. Tehát inkább elindítom is, akkor majd mondom a dolgot. Könnyebb lesz neked majd nélkülem.
látom a szemedben. Egyébként már azt leszögezném így már legelején, hogy egyébként a klip az amúgy profi és rohadt jó egyébként, nekem nagyon tetszik egyébként. Ezt így már legelején le akartam amúgy szögezni. Van már a rémület, viszonzik a fejemben még minden, amit mondtál, mondtál. Itt el, egy fegyver vagyok. Igen, itt a... Amit magadra szegeztél, én csak bántalak, pedig tudom, te mindig szerettél a történet alatt. Ez a vér itt egyébként, meg így az egész ének alatt ez a vér, úgy tök jó, hogy fekete, mert ezt tudjátok miért van egyébként, mert hogy ne legyen korhatáros ez az egész, de mégis a vér az ilyen 18 pluszot akar adni az embereknek, tehát se 18 pluszos, tehát meg ezt azért gondoltok arra, hogy kisgyermekek is nézik, meg hogyha valaki nem bírja annyira a vért, akkor feketétik, és akkor, mert én például nem bírom a vért, és most láttam itt a vért, és semmi bajom nem volt, tehát nem lettem tőle ideges, meg ilyes, tehát, ja. Szíveden eltűnt, aki voltál. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Pedig én is azt érzem, amit érzel. Csak állok és nézem, hogy vérzel. Nem is értem, miért nem nézel. Én egy... Lucának a hangja egyébként, ezt most mondom nektek, hogy nagyon jó. Én néztem az X-Faktort, amikor ugye versenyzett, ugye Kis Kevinnel, meg a Sólyom Bernivel, meg mit tudom én kikkel, és egyébként én ő neki az X-Faktor alatt így nem drukkoltam. Jó, az is igaz, hogy úgy nem néztem az X-Faktort, hanem csak aki a kedvenceimet néztem meg, tehát Kis Kevin, és ő volt az egyetlen kedvencem, de most már így ezek után bánom, hogy őt nem néztem egyébként meg, hogy nem szavaztam rá, mert egyébként ő is egy olyan lány, akinek az X-Faktort meg kellett volna nyernie, tehát én ami a szívemben az a számon, én a Sólyom Bernek nem adtam volna első helyet, de még második helyet sem az X-Faktor alatt, tehát tényleg így a Kis Kevin és ő közötte kellett volna eldöntődni, hogy ki fogja megnyerni. De hát ez nem így történt sajnos, viszont így utólag tényleg így az X-Faktor is elmehet a büdös. Mert egy ilyen rohadt jó hangú lány, tehát én nem vagyok énekes, nem vagyok híres énekes, mivel nem tudom, nem értek hozzá. De szerintem akkor is egy rohadt jó hangja van ennek a lánynak. És tényleg, ő belőle még egy túltandi is lehet. Tehát én az ő helyében soha nem adnám föl, mert egyébként Én tényleg, én nem adnám föl a helyébe, mert megvan a hangi adottsága, és szerintem ez a lényeg. Revolver, én egy revolver vagyok, kérlek felejts el, mielőtt a golyó elérne, körülöttem senki sem marad élve. Ugye ennek is a reflénye egy olyan reflén, amit már amikor előbb hallgattam meg veletek először én. A fejembe bement a szöveg, és most tuti, hogy az elkövetkező 3-4 órában ezt fogom énekelgetni, tehát udaláztatot fogok bent dolgozni, mert igazából egy 10 percen nekem indulnom kell dolgozni, de hogy ott leszek bent a munkahelyemen, és ezt fogom dalolászni. Az szinte biztos. Én egy revolver, vagyok, kérlek felejts el, mielőtt a golyó. Szemem sír, véredes, nélküled, hihetlen a Budapest. Nem találok haza, én nem találok haza már. Ennek most nem kellene fájni. Ez is egyébként nagyon nagy, hogy köhögi ki a vért a szájából egyébként is. Nem tudom, nagyon jól meglett ahol van, tehát ez a csávú is jól szerepel, a Luca is, és szerintem egyébként nagyon jó így a videóklip, meg a szereplők is nagyon jól el tudják játszani, át tudják érezni, hogy mik történnek benne. Szerintem nagyon jó egyébként. Rám tudom, hogy te nem is szeretsz várni. Nem akarnak bántani, nem akarnak bántani, bántani tovább. Csak állok és nézem, hogy vérzem. Pedig én is azt érzem, amit érzem. Nézem, hogy vérzel. Nem is érzel.
is egyébként nagyon tetszik itt a lezárás. Tehát nincs elbonyolítva minden, hirtelen van vége. Így kell lezárni egy zenét, egy ilyen akciódús zenét egyébként. Nekem nagyon tetszett, végső vélemények egyébként, szavak azok elfogytak már. Nagyon tetszik a videóklip, maga Lucának a hangja is nagyon tetszik egyébként. Nagyon jó a öltözéke, jó van. Kanosbarac beindul. Nem amúgy, tehát igazából ennyi. Nincs mit mondanom. Szavak elfogytak, nagyon jó volt az egész. A klip, az ének, a szöveg, a szereplés, minden nagyon jó volt. Tehát sok sikert kívánok én Mihály Fi Lucának, és gratulálok neki, hogy ideig eljutott, és egy ilyen jó videóklipet tudott összehozni, mert nem mindenki képes ilyenre. Például én nem lennék erre képes. Aztán ki tudja, mit hoz a sors, lehet én is majd csinálok egy... Mit tudom, milyen pisztolyok vannak, várja már. Revolver, az már volt, akkor mondjuk én még csinálok egy olyan zenét, hogy kombatpisztoly. És akkor éneklem, egy kombatpisztoly vagyok, én egy kombatpisztoly vagyok. Na jó. Gyerekek, adjuk a hülyeséget, köszönjük, itt voltatok, köszönjük, hogy megnéztétek. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett, és szeretnétek még folytatást, és írjatok le, hogy milyen következő zenére reagáljunk. Jó, én már mentem, Bálint voltam. Sziasztok, hello, 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 hello. Sziasztok.